Ősz beköszöntével, illetve az iskola és óvoda kezdéssel egy időben elkezdődtek az ilyenkor gyakori felső légúti fertőzések. Dr. Szabó Gábor, bogyiszlói házi orvos azt mondja, már többen keresték fel torokfájással, köhögéssel, vagy éppen lázzal, de hányás hasmenés is előfordul. Az orvos szerint a helyzetet fokozza, hogy a koronavírus delta variánsa egyre nagyobb számban okoz megbetegedéseket, így egy-egy esetnél ezt a lehetőséget sem zárhatja ki. A kezelő orvosoknak azért erre is kell gondolni, nem csak egy egyszerű vírus fertőzése. Ami a esetszámokat illeti, körülbelül 10 napja nőtt meg ugrásszerűen, de hál' Isten, most legalábbis Bogyiszló tekintetében azt kell mondjam, hogy ez még nem a koronavírus, hanem feltétlenül egy egyszerű adenovírus, rinovírusok okozta megbetegedésekről van szó. Egyik legjobb oltás, ez teljesen jó, 2 évig eláll a hűtőbe. Dr. Szabó Gábor jelenleg Pfizer és Sinopharm oltóanyaggal vakcinál, megerősítette, hogy felszállóhágban van a járvány 4. hulláma. Továbbá elmondta, hogy a delta variáns eltérő tüneteket okoz, mint az előzőekben már megismertek, inkább a légzőszervi náthaszerű panaszok a jellemzőek. A házi orvos praxisában már több mint 60%-os az átoltottsági arány. Az oltottak is elkaphatják, mert legalább 4-5-ször jobban fertőz ez a variáns, tehát gyakorlatilag nem kérdés, hogy mindenkin átmegy ez a vírus, aki nem elszigetelten remeteként él, viszont aki be van oltva, az megúszhatja egy egyszerű felső légúti tünetekkel, és max otthon van néhány napig. Viszont aki nincs beoltva, az sokkal rosszabbul járhat. A házi orvos még fogad elsőkörös oltatlanokat, illetve több mint 1 hónapja már a 3. vakcinára is jelentkezhetnek az emberek.